Nos, hát sziasztok, én Csányi Erika vagyok, és hát nézzétek el nekem a hangomat, nem ilyen szokott lenni, soha nem ment még el, a mai napra sikerült neki. Király! Szóval én Csányi Erika vagyok, pályaelhagyó színész, jelenleg egy bank alkalmazottja, hát 6 éve. Ami hát azért érdekes, mert eredetileg azért szerettem volna színész lenni, hogy ne kelljen például egy bankban dolgoznom. De hát végül is nem bántam meg, mert régebben tök hülye voltam a pénzügyekhez. Mondjuk ez a mai napig nem változott. Szóval, ahogy említettem nektek, én színésznek tanultam, és amikor 4. éves lettem, akkor az osztályfőnököm, mesterségtanárom azt mondta nekem, hogy én majd olyan 40 éves koromra leszek igazán jó színésznő. Hát ez nekem akkor nagyon rosszul esett, mert én már láttam a Jászai Mari díjamat, kicsit később a Kossuth díjamat, de hát kénytelen voltam elfogadni, amit mond, és hát én azóta így várok, hogy 40 éves leszek, színésznő leszek, és berobbanok, mint Alekosz a való világból. És mostanában így, most már így lassan 40 leszek, és hogy kezd gyanússá válni, hogy az osztályfőnököm lehet nem arra gondolt, hogy én üljek a seggemen 20 évig, és várjak arra, hogy majd színésznő leszek, és berobbanok, mint Alekosz a való világból. De hát azért a 20 év alatt ragadt rám ez az, hát néhány kiló, egy férj és egy jó kis pánikbetegség, amiről hát Süti kolléganőm azt mondta nekem, hogy erről nyugodtan beszéljek hosszabban, mert ez mindenkinek vicces, csak nekem nem. Hát ebben van némi igazság, én nem szoktam magamat szarrá röhögni rajta. Egyébként a pánikbetegség azért jó, mert hát az az igazság, hogy hát nem nagyon bírom az ilyen, hát az ilyen sok izgalommal, feszültséggel járó helyzeteket. A sötét, zárt helyiségeket, ahol sok ember gyűlik össze. Tulajdonképpen jelenleg is csak 3 dolog zavar. A színpad, a mikrofon. És ti. Úgyhogy, ha esetleg megtennétek, legalább a fele, hogy föláll is kivetni. Nagyon sokat segítene. Vagy nem tudom, van-e köztetek orvos? Vagy olyan személy esetleg, akinek van orvos ismerőse? Az is jó, a külföldön van. Csak legyen. Nem, és tényleg csak azért kérdeztem, hogyha leájulnék a színpadról, akkor ugye tudjuk, hogy mitől van. Egyébként a pánikbetegségre 2 dolog jó. A Xanax és a sör. Hát most el lehet dönteni, hogy én melyiket használtam előadás előtt. Pánikbetegség egyébként egy nagyon érdekes történet, mert hogy mindig hirtelen támad. Tehát itt nem köszönöm előre, hogy hello, jövök, vigyázzál, készüljél fel. Nem, mindig így jó, hirtelen. Például a metróban, mikor jön rád, amikor így zsuk, elhagyjuk a megállót. Ugye? Ez azért jó, mert innentől kezdve aztán nincs menekülési útvonalat, ezért érdemes mindenféle praktikákat kidolgozni annak érdekében, hogy elkerüljük a nyilvános ájulást. Na most én kitaláltam magamnak, hogyha egy a metró szerelvényben elkezdem énekelni, hogy egy napon, mikor Mici Mackónak semmi dolga nem akar, mert ugye el kell terelni a figyelmünket a rohamról. Eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Ehhez egy kis koreográfia is járul, hiszen a testünknek is éreznie kell, hogy nem engedhetjük a rohamot. Elment tehát Malackához, hogy meg lesz semmit csinál, de Malackánál éppen akkor senkit nem talál. Na most ugye már ez is feltűnést kelthet. Pláne sőt, amikor így feltépve a metró ajtaját, futva menekülök a felszínre, miközben már üvöltve éneklem, hogy kell, hogy legyen az almáriumban eltéve ennivaló. Szóval nem könnyű az élet a pánikbetegséggel, de ugye ilyenkor januárban sem könnyű az élet, hiszen túl vagyunk a karácsonyon, feltöltöttük tartalékainkat,
főleg így hastájékon, ugye? És hát a január a nagy fogyókúrák, a diéták, a fogadalmak ideje. Hát nekem is 30 éve fix a ideám, hogy kövér vagyok, és addig-addig fogyókúráztam a 30 év alatt, amíg sikerült elérnem ezt az állapotot. Hát nekem a férjem sem egy nátszál típus, ezért otthon azért sűrűn előfordul, hogy beszélgetünk a fogyókúráról, ami körülbelül így néz ki. Drágám, szerintem kövér vagyok. Fogyókúrázni kéne. Nem vagy kövér. De, dagaddisznó vagyok. De nem vagy dagaddisznó. De, kövér vagyok, fogyoznom kell. Na most mi a legrosszabb, amit egy férfi erre mondhat? Hát, ahogy érzed. Szóval szerinted is kövér vagyok. Én nem mondtam, hogy kövér vagy. Hát, ahogy érzed, köszi, kb. Lekövéreztél. Hülye vagy te, nem kövér. Mit tegyél, bőván nem jössz ki? Kövér vagyok, kész, fogyókúrázni fogok, tornázni fogok, reggel és este nincs vacsora. Na jó, hát mondjuk egy kis gyümölcsöt azért megeltek, nem? Na, meg mondjuk egy kis pattogatott kukoricát csinálom. Vagy mondjuk megeszek egy zsömlét csak úgy magába. Hát na, az ágsőn attól már nem leszek kövérebb. De az is lehet, hogy elég, ha csak este tornázok. Azért, mert a reggel tornázok, leizzadok. Ha leizzadok, meg fürödni kell. Na most büdösen nem mehet az ember dolgozni, ugye? Meg a tököm kell fel reggel 5-kor. Úgyhogy marad az esti torna. De mit tornázzak? Aj, azt mondják, a futás a legjobb. Aj, ki kéne menni futni. Na jó, de merre fussak? Hát nem futkározhatok csak úgy a városba össze-vissza. Ah, mondjuk 2 megállóra van a Margit-sziget, az igaz. Nem, az is messze van. Nem, mire kiérek, elfáradok. Nem jó. Inkább maradok itthon, az a biztos. Nem kell messzire menni. Majd rálok a taposógépre. Na, az jó lesz. Na, meg mellé csinálok 100 felülést. 50-et. Elsőre. Na jó, hát aztán majd meglátjuk. Na, akkor hétfőtől. Nem, a hétfő az nem jó. Jövő hétfőtől. Nem jó, akkor meg délutános vagyok. Na jó, legyen inkább elseje. Na hát így fogyókúrázunk mi nők, minden hónap elsején. Ez látszik is rajtunk. Meg hát ugye mennyivel könnyebb már a kanapén ücsörögve nézni a tévét, nem számolni a kalóriákat a chipses zacskón. Bútulunk a tévé előtt, árad felénk a kultúra. Ugye? Helyett a való világ meg az X-faktor. De ne szaladjunk ennyire előre, mert azért mégiscsak eljön az a pillanat az ember életében, amikor ugye jön az a fájdalmas kétségbeesett és végső döntés, hogy nincs mese, ki kell menni futni. Bassza meg! Különben kövére halunk meg. Nagyon ciki. Na hát nálam is eljött ez a pillanat, és egyszer csak ott álltam, a Margit-szigeten, büszkén, csillogó szemekkel, bemelegítettem, és lelkesedéstől fűtve elindultam. Hát olyan 400-500 métert tehettem meg, amikor így belém nyilalt az érzés, hogy ennyi, kész, vége, meghaltam, az is dögöljön meg, aki kitalált egyáltalán a futást. Hát, nem mondom, egy olyan 3 óra alatt sikerült levánszorognom az 5 kilométert, ha már kimentem. Na, de nem adtam fel. Ugye a 2 hét alatt ezt a 3 órát sikerült egy olyan 1,5-2 órára redukálnom. Na, de még így is olyan lassan futottam, hogy néha az volt az érzésem, mintha így gyakorlatilag így visszafele haladnék. Férjem meg is jegyezte, hogy ne arcoskodjak már. Ő ezt azért nem nevezné futásnak. Egyezzünk egy ilyen lassú kocogásban. Jó, hát ő még nálam is lassabb, tegyük hozzá. Na, de hát nem vagyok az a feladós típus. 2 hónap alatt sikerült azt elérnem, hogy már nem csak engem előztek meg a Margit-szigeten. Ennyi segget életemben nem láttam, hanem én is megelőztem 2 nőt. Hát
Hát jó, olyan 70 körül lehettek. És a járókeret, meg a lélegeztetőgép. Kicsit a tudban volt az előzésnél, de sikerült. Hát aztán futókarrierem csúcsán történt valami nagyon szörnyű dolog, mert egy napsütéses szerda délután futás közben sikerült egy akkorát esnem, mint egy ólajtó. Hát én úgy éreztem, hogy a föld megremegett, amitől kitörtek a vulkánok, ami miatt cunami öntött el fél Európát, borzasztó nagyot estem, és amikor magamhoz tértem, mert azért egy pillanatra elveszítettem az eszméletlemet, akkor láttam, hogy a térdemről eltűnt a bőr, gyakorlatilag a térdem is eltűnt a dagadástól, és egy olyan 2 hét múlva mertem visszamenni a helyszínre, mondom, csak megmutatom már az uramnak, hol történt az eset. Hát ott a beton egy picit azért be van horpadva, örök emléket állítva a testemnek. Mostanában egyébként nem futok, mert valahol olvastam, hogy hát nem lehet mindenki sovány. Valakinek szépnek is kell ám lenni. Úgyhogy én ehhez tartom magam mostanában. Meg ahogy már mondtam is, ugye az előbb mennyivel könnyebb nem számolgatni a kalóriákat, butulni a tévé előtt, árad felénk a kultúra, meg a való világ, meg az X-faktor, meg a ki a leghülyébb a világon, vetélkedő, az a kedvencem. És hát nem tudom, azt észrevettétek-e, hogy manapság már gyakorlatilag nem filmeket nézünk mi a tévében, néha egy-egy reklámmal megszakítva, hanem gyakorlatilag reklámokat nézünk, amiket néha egy-egy film részlet szakít meg. Ami körülbelül így néz ki. Hasta la vista, B. Este csak bevesszük a stadalaxot, és reggel jól indul a nap. Én vagyok az Old Spice! Nézd, mit okoztál! A fiamból szexi férfit csináltál! Old Spice! A nevem Bond. James Bond. Drágám! Behozdád a kereszten kenőcsöt? Ez kifogyott. És a kedvencem. Fúcs, Forrest! Fúgyan, anyu, ne aggódj a hasmenés miatt! Mire kitisztul az idő, te is jobban leszel! Na hát, valahogy így nézünk mi filmeket reklámokkal megszakítva, és amíg azért régen ugye odafigyeltek arra, hogy egy-egy jelenet végén legyen, hát ugye ahogy láttátok, ma már erre nem figyelnek, egy szót elvágva kapjuk az arcunkba a különböző reklámterméket. Meg hát azt is észrevettem, hogy a reklámok nagy része ma már hát nekünk nőknek szól, minket nőket szólít meg, vajon miért? És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezeket a nőknek szóló reklámfilmeket egyetlen egy nagy, gigászi reklámfilmbe sűrítenénk bele. Szerintem valahogy így néz neki. Miután elmosogattunk, egy egész esküvőnyi embertömeg után természetesen egy csepp szuper zsíroldó mosogató szerrel irány a mosás! A mosóporhoz soha ne felejtsük el hozzáadni a vízlágyítót, mert ezzel a mosógép is tovább él. Hogy ki vagy mi élnék tovább, na mondjuk arra kíváncsi lennék. Mosás előtt a gyerek ruhájából mindenképpen távolítsuk el a makacs fű és ételfoltokat foteltávolítóval. De azért a biztonság kedvéért tegyünk a mosógép aranyolójába is. Az öblítőt se felejtsük, hogy majd száradás után piepoláltságú nyári szellő illatú ruháink legyenek. Amíg tart a mosás, foglalkozhatunk egy kicsit magunkkal. Először fessük be a hajunkat az akár 4 héten át tartó ápoló gyöngyház fényű hajfestékkel. Nehogy már természetes színű, vagy ne adj Isten lenőtt hajjal rohangáljunk az utcán. Amíg fenn van a festék a hajunkon, addig mindenféleképpen távolítsuk el magunkra az összes fellelhető gusztustalan szőrszálat. Mereg gyantacsík segítségével. Remélem reggel mindenki azzal kezdte, hogy 4 dimenziós fehérítő fokrémmel mosott fogat, majd nappali sejt megújító ránc talanító krémet kent magára, mert egy nő 40 fölött már nem engedheti meg magának, hogy ne ápolja a bőrét, meg a csontjait,
meg a húgyutjait, meg a férje prostatáját, meg az undorítóan viszeres lábait. Ha az ápoló gyöngyházvényű hajfesték megtette a hatását, mossuk, majd szárítsuk a hajunkat, majd fújjuk be a 48 órára tartó extra erős forradalmi hajlakkal. Nehogy már Párizsba szar legyen a hajunk. Ha lejárt a mosás, tegyük tisztába, mindig mosolygós, és minden éjszakát végig csucsukáló kis babánkat. A már-már pisi és kaki gátló perenkával. De közben el ne felejtsük bevenni az új összetételű terhes vitaminunkat. Ha nem szeretnénk babát, akkor mi mindenféleképpen gondoskodjunk a megfelelő fogamzásgátlásról. Ha elindulunk otthonról, fújjuk be magunkat a 72 óránál tartó, még hatékonyabb izzadásgátlóval. Hát Párizsban azért már mégsem üdösködjünk. A sminket se felejtsük. Először tegyük fel a forradalmasítottan mat hatású 48 órán tartó alapozónkat, majd készítsünk sokkoló tekintetet a mindent felülmúló sokkoló szempilles spirállal. Ha menstruálunk, a vér természetesen soha nem fog undorító módon a hátunk közepére folyni éjszaka, mert a 100%-ig megszívó betétet használjuk. De ha ebben mégsem bíznánk meg teljes mértékben, és mindenféleképpen hófehér ágyneműben, és hófehér pizsomában szeretnénk aludni, akkor használjuk a 100%-ig nem szívott tampont, melyet nőgyógyászok teszteltek. Na mondjuk azt is megnéztem volna. Ha hüvelygombánk van, akkor először dugjuk fel, majd kenjük be. Ha körömgombával is rendelkezünk, akkor menjünk ki a strandra hülye csíkos térzokniban. Mondjuk el mindenkinek, hogy körömgombánk van. Aztán menjünk haza, mindig az olcsóbb kenőcsöt használjuk, melyel kínáljuk meg férjünket, többi családtagjainkat is. Ha hüvelygombánk és körömgombánk is van, mondjuk arra még nem láttam reklámot. Hát igen, ezek vagyunk mi nők, nehéz az életünk. De ha már összeállítottam ezt a vigászi reklámfilmet, akkor arra gondoltam, hogy mi lenne, ha összeállítanánk a férfiaknak szóló vigászi reklámfilmet. Megmutatom. Amikor reggel felkelsz, borotválkozz meg, fújj be magad dezodorral, vágd be magad egy baromi jó autóba, menj ki a strandra, ott idd a hideg sört, és nézd a csajokat. Szóval, hol itt az igazság, hölgyeim? Sehol. Na jó, de hát azért mi szeretjük a férfiakat annyira, hogy néha hozzá is megyünk egyhez.